Nem vagyok kiválasztott. Ott van rajta, oké. Kimegy a pályáról, bemegy az alagútba, és bum, itt vagyok. És akkor itt most eléggé nehéz túlélni, mert bármelyik kocsi hozzám ér, akkor rögtön meghalok, úgyhogy ez egy kis mini játék az Overwatchban, nem? Tehát, hogy elvileg nem kéne ide jutni, de... Ez egyébként micsoda valami hatalmas, gigantikus, fekete takony, és miért néz ennyi robot? Tehát, hogy bele tudok sétálni, meg... Ó, szia, Mekri! Nem is láttam, hogy bement az... Tehát van egy új pálya az Overwatch PTR részében, és már játszottam rajta egy pár meccset, de igazából nem tudtam kitapasztalni, még nem is láttam az egészet, úgyhogy ez most egy tökéletes alkalom arra, hogy ezt megtegyük. Itt ugye PTR-ban vagyunk, úgyhogy nagyjából senki nem szokta komolyan venni a játékokat, de azért úgy valamennyire játszunk. Tehát, hogy nem barátkozás van, de azért nem kell annyira komolyan venni ezt az egészet, mindenki nézelődik, meg ilyesmi, úgyhogy ez most egy ilyen kis lazább játék lesz. Itt vagyok Lucióval, mert igazából egyetlen healerünk sincsen, úgyhogy... Igen, van egy szimmetránk, meg ilyesmink, úgyhogy ténylegesen eléggé lazán veszik ezeket a kasztokat itt most az emberek, de igazából ez nem is probléma. Tehát, hogyha egy rendes, kompetitív játékban ezt csinálnak, akkor az eléggé rossz lenne, de itt igazából most kit érdekel őszintén, szóval mindenki csak a pályát nézeget, én is leugrok ide, mert igazából nem is tudom, ez a lenti rész, ez itt micsoda, itt van HP, ahogy nézem. Egyébként nagyon szép ez a pálya, nagyon szép, meg eléggé vicces is, mert az egyik részén vannak ilyen kocsik, amikkel lehet ütközni, és akkor megöllek téged, ami egy belegondolva nem tudom, miért vicces egyébként, de vicces. Higgyétek el, majd látjátok, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ti is úgy fogjátok gondolni, hogy eléggé vicces az a Winston, az oké, megöltem, nagyon menő. Egyébként Lucio fegyvere nagyon sokat tud damage-elni, mindig úgy voltam vele, hogy oké, hogy szórogatom a töltényeket, meg minden, de igazából nem sebzek vele olyan sokat, de hogyha sikerül valakit jól eltalálnod, akkor azok is sok becsapódó lövedék nagyon sokat sebez rajta, úgyhogy ezt úgy érdemes észben tartani. Jó, megint lekerültem valahogy egyébként, tehát nem tudom, mit csinálok ott mindig lent, lehet nagyon szeretem azt a helyet, vagy ilyesmi, de fönn is kéne lenni, mert leginkább itt folynak a harcok. És igen, itt már benn van az új szimetra, aminek vannak új képességei, minden, de azt most nem fogom részletezni, mert ez most nem arról szól, aki akarja, azt kipróbálja, aki pedig nem, hát az nyilván nem. Ez elég egyértelmű. Hogy élt a hallod? Pont előttem állt a zárja rajta egy pajzsa, és az lehet, hogy blokkolta Reinhardt ultiját. Megöltem, oké, megöltük együtt igazából közösen, de ugye Overwatchban azért elég lazán vannak véve a killek, úgyhogy szerintem mondhatom, hogy én is megöltem, mert ugye asszisztoltam bele. Rendben, úgy nézem, hogy most eléggé nyerjük ezt a kört. Hello, te mit csinálsz itt egyébként? Jó, lőtt a teleportot, oké. Néztem, mit állott egyedül a McCreot, és löpj a falat, vagy ilyesmi, és nem igazán jutott semmire, de nem baj, megöltük, úgyhogy nincsen gáz. Mindjárt van ultim is, úgyhogy ha esetleg valami nagy kombót összehoznak, ami nem igazán valószínű az eddigi játékok alapján, de hogyha mégis, akkor beútozok, és akkor nem lesz semmi baj. Oké, menjen, most azért jönnek egy páran, úgyhogy szerintem nyomom az útit, és gyertek, mindenkinek 5 milliárd HP-ja van egy kis ideig, úgyhogy most kell őket gyilkolni, rendben, megöltük, és nagyon menő néz ki minden. Mondanom, hogy nem kell annyira komolyan venni ezt, de szerintem azért mégiscsak jól esik, hogyha nyer az emberit. Szia Szombra, szia Szombra! Egyébként mostanában viccesnek találtam, hogy ugye Szombra miatt most az Overwatchban is van spy check, mert ugye amikor láthatatlanul megy, akkor ha eltalálod, akkor láthatóvá válik, úgyhogy néha is szoktam szaladni, és ugye tudom, hogy van Szombra az ellenséges csapatban, akkor random lövök ilyen sarkokon, meg ilyesmiken, és hát ha elkapok egy ilyen random ólálkodó Szombrát. Ó, itt vannak a kocsik, itt vannak a kocsik, oké. Ezt meg kell mutatnom, nem biztos, hogy rögtön sikerülni fog, de ha Szombrával rádobsz egy teleportot, akkor ki lehet menni a pályáról. Ott eléggé nehéz túlélni, mert a kocsik egy idő után elütnek, de... Megnézzük, hogy vajon sikerül-e. Bocsi csapat, de hát igazából PTR, úgyhogy szerintem megbocsátható. Rendben, ezt kinézem magamnak. Ah, lepattant róla. Lehet javították egyébként, mert egyszer kipróbáltam, és sikerült, de könnyen elképzelhető, hogy azóta javították, de megpróbálom még egyszer. Oké. De vagy a kiválasztott? Ott van rajta, oké. Kimegy a pályáról, bemegy az alagútba, és bum, itt vagyok. És akkor itt most eléggé nehéz túlélni, mert bármelyik kocsi hozzám ér, akkor rögtön meghalok, úgyhogy ez egy kis mini játék az Overwatchban, nem? Tehát, hogy elvileg nem kéne ide jutni, de szerintem ezt fel lehet fogni egy ilyen kis mini játékként is. Hello. Most nem nagyon tudom lejutolni, de légy szíves, maradj csöndben. Tehát, amit mindig ki akartam próbálni, hogy feldobom az alagút tetejére a teleportot, úgy... Itt, de vissza! Aj, pedig annyira jó tervnek tűnt. Itt van Szombra, eltaláltam és nem tud láthatatlan lenni, és megöltem, nagyon menő. Most én voltam a pyro, ki elkopott egy ólálkodó spy-t. Itt van egy Reinhardt valal, úgyhogy azt igazából egy Reaper-rel együtt nagyon könnyedén meg tudjuk ölni, csak azért kicsit közelebb kéne jutni, és a pajzsát mondjuk kicselezni. Itt van benne valaki, azt amennyi tank van itt, gyerekek, nem baj, az Reapernek egy falat, úgyhogy meg nekem is, mert nagyon sok damage-em van egyébként, tehát ennek a supportnak nagyon-nagyon sok damage-e van. Szerintem még kicsit túl sok is egyébként, tehát egy kicsit OP szerintem a damage-e, de hát igazából ez van, most ezzel kell játszani, úgyhogy
ledaráltam azt a gyereket, nagyon menő volt, és most náluk van a pont még mindig 99%-kal, úgyhogy nem annyira jó helyzet, de mi küzdünk, úgyhogy lehekkel szombra, nem baj, hílelek, amint tudlak, nyugi. Oké. Ez mindig olyan kis pánikus érzés, amikor le vagy hackelve, mert nézed a csapatást, és nem tudsz velük semmit csinálni, nem tudsz semmit használni, úgyhogy szerintem eléggé pánikos minden. Viszont felugrottad, de szerintem azt hitt, hogy onnan tudja blokkolni a foglalásunkat, de nem azért annyira azért ki van találva ez a pálya. Nyilván mivel ez egy ilyen kis PTR-os pálya, azért van, hogy teszteljük és kipróbáljuk, hogy milyen bugok vannak benne, meg ilyesmi, úgyhogy bőven lehetnek vele problémák. Én még olyan sokat nem tapasztaltam vele, tehát hogy oké, az autók elég bugosak, mert ki lehet rajtuk menni a pályáról, meg ilyesmi, úgyhogy azokon még van mit javítani, de azon kívül szerintem egy nagyon jó kis pálya, balanszügyileg is nem nagyon találtam még egy problémát, de mondom, olyan sokat nem játszottam vele, úgyhogy még bármit a videó alatt kiderülhet, hogy valami nem tetszik a pályával kapcsolatban. Oké, ultizik a Reaper. Egyetlen szímet rád leultizott. Megint meg, miért engem? Én nem vagyok olyan jó célpont annak a hacknek. Itt van például Reaper vagy ilyesmi, sokkal jobban, sokkal rosszabb nekik, hogyha lehekkeled őket. Nem tudom, miért engem kell folyamatosan. Nem baj, gyerekek, még mindig tartjuk a pontot. Ott én random, annak menekül. Oké, én benyomom. Harcoljatok, gyerekek, harcoljatok! Oké. Igazából részben azért nyomtam, hogy majdnem meghaltam, és igazából nem nagyon szeretnék meghalni, mert ha egyszer is elveszik ezt a pontot, akkor onnantól vesztettük ezt a kört, úgyhogy nagyon óvatosan kell bánni az ilyesmivel. Az milyen ulti volt, próbált ultizni, és valaki arrébb lökt, és beleultizott a falba, és senkit nem talált el. De gyerekek, ez nagyon menő volt. Ennek nagyon örülök, mert ez igazából jelenteti a különbséget a vesztés meg a győzelem között. A mi Reinhardtunk pedig egy tök jó ultit nyomott, úgyhogy igazából nagyon menő jött itt össze most minden. Még szerintem még egyszer ide fognak érni, mert még ilyen 40%-ot vagy 30%-ot be kell vinnünk, úgyhogy szerintem még egyszer ide fognak érni, de azért már mindenképp egy pozitív dolog, hogy már csak egyetlen pusztjuk van, és lemikrózott. A szimatának a fegyverét sokszor mikrónak hívják, mert úgy odramész is elkezdett sütni az ellenségedet, de hát én nem örülök neki. Nézzétek, mennyi ellángolunk, nagyon menő. Mi tartsátok a pontot, most ketten meghaltak tőlünk, úgyhogy nagyon rossz. Ne! Menjél Reaper, shiftelj, ha kell, érj be valahogy, csak tartsuk a pontot, hát a többiek ide érnek. Pedig ultizni próbált, nem baj. Itt vagyunk, nekem lassan van egyébként ultim, mindjárt van, pont benyomtam, majdnem meghaltam, nagyon durva volt. Nem tudom, ez mennyit segít, de én még tartom itt a pontot valameddig. Oké, van ultink, nem, senkinek nincs ultia, úgyhogy szerintem ezt innentől buktuk, de hát igazából megpróbáltuk. Hogy mindig meg kell próbálni, mégis sem szabad feladni, de innentől nem hiszem, hogy ebből lesz bármi. Aha, megint meghaltunk egy páran. Nagyon húzós kör volt, de ezt viszont sajnos vesztettük. Nem baj, egy-egy az állás, szerintem ez egy izgalmas játék. A pálya valamelyik részén van egy jump pad is egyébként, azt már láttam, de szerintem ez nem az. Tehát, hogy talán a harmadik, de ez most nem a harmadik? Nem tudom, hol van a jump pad, de valahol van egy, úgyhogy az is eléggé fán, és egy újítás, mert olyan még nem volt egyik pályán se, úgyhogy igazából hogy most kísérletezgetnek valahogy, mennyire működik. Oké, most eléggé nagy akciók vannak, hagyd békén, gyere, oké, felugrottál, rendben. Amit ezzel a ponttal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy föntről, arról a kis állványról lehet kontesztelni, nem jutott az ember magyar szóra. Tehát, hogy ha foglalnák el az ellenségek és beállsz oda, akkor onnan tudod blokkolni, és nem igazán látnak rá se onnan, úgyhogy. Nekem már volt olyan meccsem itt abban a párban, amit játszottam, hogy úgy veszettem el, hogy fönn volt egy díva, és nem tudtuk elfoglalni a pontot, és nem értettük, miért nem foglaljuk el. A díva ott volt fenn, bevárta a csapatát, és visszafoglalták, úgyhogy ez eléggé kellemetlen volt, és bárkivel megesett, úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni. Rendben, díva ultizva lett, úgyhogy szerintem legjobb lesz, hogyha lefogyasztom, rendben. Én nem, menjetek el, sziasztok. A Valonnan HP-t kapatok, nincs healerünk, úgyhogy azt hiszem nem. Bár mondjuk mely nagyjából egyébként önállátó, tehát ugye shiftes képességével tudja healelni magát, úgyhogy annyira nem panaszkodok, mint a többiek, de értitek, azért egy healer az jó lenne. Még elaltott ott pont, hagyd még, ne gyere ide, oké, okay. Jöjjön, ne, fölkeltem, leomlott a falam, és láttam, hogy ott egy high noon. Ez mondjuk azért, hogy eléggé ijesztő volt. Szia, Anna, ne fordulj meg, köszönöm a fara a segítséget. Oké, megöltünk kettő embert itt, és foglaljuk is vissza a pontot. Ötös külszeriken vagyok, nem mint azért olyan sokat jelentene Overwatch-ban, tehát egy ötös külszerik TF2-ben az sokkal durvább, mint egy ötös külszerék az Overwatch-ban? Nem még sehova, melyel imádom lefogyasztani az útizó embereket. Tehát így megmondom nekik, hogy nem, te most nem mész onnan sehova, nem használod az ultidat, sziasztok! Mely eléggé kis cancer karakter, de én szeretek vele játszani, lett pont azért, mert cancer, úgyhogy ez van, oké, elútizok, mert elég sokan voltak ott, ugye még van csapattársam, aki megolja a lefogyó embereket. Ja, hogy nem is fogyott le senki? Oké, az egy másik téma már. Ez egy eléggé meredek elmélet, de lehet, hogy azért veszünk, mert nincs healerünk. Tehát, hogy én erre látok valamekkora lehetőséget. Nem olyan nagyot, de én most megpróbálok tenni ez ellen. Ajaj, gyerekek, rá kéne... Jajajaj, ne...
Oké, kiszállt a díva. Jó, kicsit megijedtem az útitól, de nem volt közelben. Rá kellene állni a pontra, és vesztettünk, aj! Pedig én már futottam a pont felé, de a díva ulti elterelte a figyelmem. Lehet ez is volt a célja vele. Ott a jump pad, ott a jump pad, halljátok a hangját, mindenki ugrál rajta, jövök én is! Bum! Itt van mely. Hello! És nem találtam el. Mindenki a jump padet használja, nagyon menő. Szerintem az a mely nem is akar engem bántani, nem szépen itt ugrálunk és... Ó, oh, de oké, akar bántani embereket, rendben, megláttam. De szerintem nagyon menő. Hogy, ó, mindenki lögdös engem. Hagyjatok békén, én csak jump padezni akarok, a hullám már nem tud elugrani. Aj, milyen gagyi. Amúgy tényleg milyen menő lenne, ha hullák meg az ilyen eldobott tárgyak még tudnának ott ugrani egyet, az szerintem eléggé vicces kis jelenteket tudna szülni. Szerintem mindannyian tudjuk, hogy mit kell most kipróbálni. Jön a kocsi és BOOM! És megyek vele, és megyek vele! Jó, ennek eléggé csúnya vége lett.